Köszöntöm az Árt Café Fehérvár valamennyi nézőjét, a sokak által csak Juhász Zsófiként emlegetett hölgy a Fejér megyei művelődési központ igazgatója főállásban, másodszorban járja a megyét különböző ismeretterjesztő, illetve zenés programokkal, rendezvényekkel, a Fejér megyei népzenei műhely aktív tagja, és a Szedte-vette zenekarra is húzza országszerte a talpalávalót. Fejér megyei művelődési központ igazgatója vagy, a népzene bűvöletében is élsz, tanítasz is, egy rakás ismeretterjesztő és mindenféle előadást tartasz, mellette zenéltek is. Hogy fér mindez a napi rendedbe, illetve mi volt az, ami erre a pályára terelt téged? Na hát akkor kezdjük azzal, hogy már nem tanítok. Ez biztos, ez az, amit elmondtál, a többi az minden stimmel és én vagyok, és nem is inkább idő, hanem ugye kedv kérdése, mert ugye mindig, amikor felkelünk reggel, meghatározza a napunkat, hogy fogjuk eltölteni ezt a napot. Én általában jó kedvel kelek, és valahogy ez kitart, hogy egészen lefekvésig. Alvás zavaraim sincsen, tehát ugye elmondtam, hogy alapvetően egy szerencsés alkat vagyok, és hát nyilván, mivel csupa olyasmit csinálok, amit szeretek, ezért nem nehéz kitalálni, hogy valószínű, hogy nem szelektálok, hogy most ezt megcsinálom, vagy ezt nem, mert ugye mindenhova szívesen megyek el. És hát ugye a gyerekeinknek is ezt próbáljuk a fejükbe verni, hogy azért tanuljanak, hogy olyan munkát választhassanak aztán egyszer, amihez van kedvük. Neked akkor tulajdonképpen mindegyik munkád valamilyen szinten a hobbid is. Igen, ezek teljesen szorosan összekapcsolódnak. Hát ugye ez a tanítás, amit ugye végülis így kezdtem el, ezt a népzenei életet, illetve hát nem így, mert nyilván én is tanuló voltam a zeneiskolában. Ott, akik népzenészek voltunk, annak mindig volt egy ilyen sajátos varázsa, valahogy mindig úgy külön kis kaszként is voltunk kezelve a zeneiskolán belül. Ezt egyébként még most is érzem, és valahogy más volt a hangulata az ottani tanítási módszereknek is, meg egyébként is sokkal előbb érvényesültünk, hiszen akkor voltak ezek a nagyobb létszámú zenekarok, mint a Bódi Árpi csinált, és hát, hogy egyértelmű volt, hogy ez valahogy rögzülni fog az én életemben, és hát a tanítás az alapvetően nem volt végzettségem, csak volt egy lehetőség, meg hát azért én is népzenész vagyok, és ugye abban az időben még a szakirányú végzettség nem volt szükséges ez az egészhez, úgyhogy én akkor elkezdtem itt a zeneiskolában tanítani, és ezzel párhuzamosan kerültem a megyei művelődési központhoz. A népzene azért valamilyen szinten, úton, módon végigkíséri a te életedet? Hát úgy is mondhatjuk, hogy a zene. Tehát mert ugye nyilván én sem népzenével foglalkoztam mindig, hanem klasszikus hegedűre irattak be a szüleim, mi akkor Veszprémben laktunk, és hát ott a bátyám kezdett el hegedülni, és hát ez nekem nagyon megtetszett, és a Balázs Zsógy jellemző, Juhász Balázsnak hívják a bátyámat, Balázs Zsógy jellemző volt, hogy ezt úgy szerette, hogy van húga, mert miért ne szeretné, de hogy azért ne csináljuk mindig egyforma dolgot, úgyhogy a Balázs gyorsan átnyergelt a csellóra, és hát ugye család is örült neki, mert akkor volt egy csellista, meg egy hegedűs a családban, és ugye ez a klasszikus hegedűt jelentette, és aztán itt a zeneiskolában Fehérváron találkoztam a népzenével, és ugye itt indult el ez a népzenei vonal az életemben. És mikor jött a kórus, a kórusokkal való foglalkozás? Az meg tulajdonképpen az általános iskolában kezdődött. Az alsó tagozaton Szűcs Józsefné Ani néni volt akkor az Ébli iskolában az ének tanárnő is, meg ugye a felsőben is, és a Ani néni nagyon összefogta ott a csapatot. Szerette a jó énekeseket, szerette a jó hangulatú próbákat, úgyhogy gyorsan, ügyesen a pedagógiai érzékkel becserkészte ezeket a nagyszájú, de jó hangú fiatalokat, úgyhogy amit most ugye a munkám révén az éneklőifjúságot szervezem, hogy abban az időben még én, mint az Ibli iskolának a kórus tagja, pedig ott, mint fellépő vettem részt. És ez egyébként az összes ilyen nagyobb rendezvényre jellemző, hogy a Fejér megyei népdal éneklési verseny, akkor természetesen, hogy azon is voltak társas éneklési verseny, most szervezők, előtte ugye szereplők voltunk, diáknapokon, hát ugye ott a zenei kategóriában, a kórus kategóriában mindig szerepeltem, úgyhogy ezek is szépen egymás után kapcsolódtak.
Ez egyébként jelenti azt is, hogy mondjuk könnyebb ezáltal szervezői szemmel már lebonyolítani egy ilyen versenyt, hogyha mondjuk azon valaki annó résztvevőként is szerepelt? Biztos, hogy van benne egyébként, de ezt azért én is tudom, hogy nyilván akik, legalábbis akik a megyei bűnösségi központban dolgozunk, ugye azért elég nagy rutinnal rendelkezünk egy rendezvény szervezésében, és azért mindig a kollégáimnak is mondom, hogy nekünk mindig egy kicsit többet kell, mindig egy kicsit fölé kell lépni a dolgoknak. Tehát, hogy persze, hogy megszervezzük ezeket a hangversenyeket, de nekünk afelé is lépnünk, hogy mitől lesz aztán ez folyamat, tehát mitől tudjuk megtartani folyamatosan, mitől lesz jobb, és mitől tudjuk egyre vonzóbbá tenni a fiatalok körében. De természetes, hogy ez jó dolog, hogy én is részese voltam ezeknek az eseményeknek. És nyilván az is jó dolog, hogy valaki tud zenélni, aztán, hogyha vannak gyermekei, akkor ezt át tudja adni, hogyha másképp nem, akár egy ilyen népzenei műhely keretében, itt is egy jeles évforduló volt nemrégiben, hiszen a Fejér megyei népzenei műhely 10 esztendős, a programot a kisgyerekek, családok részére 10 éve kezdtétek el, de mégis mi volt ennek a háttere, Zsófi? Hát ebben az időben tanítottam a zeneiskolában, és hát ott Annával, Vaklár Annával és Varró Jánossal kitaláltuk, hogy meg kellene csinálni egy egyesületet, mert azért, ahogy ezt mondtam is, hogy kis külön kasztként kezelte a zeneiskola ezt a népzenei tanszakot, ugye kicsit, ezáltal kicsit háttérbe is szorult valahogy ez az egész. Vagy nem olyan jelentőségű volt, mint akkor mondjuk a zongora tanszaknak, vagy a hegedű tanszaknak, holott itt is voltak eredmények. És hát ugye, amikor egy iskola vezetőnek el kellett döntenie, hogy most a bonyhádi népzenei versenyre fizetjük be a tanulókat, vagy a váci hegedű duó versenyre, én akkor ezt így utólag már el tudom fogadni, hogy természetes, ők akkor a hegedű duó versenyt választották. Teljesen mázli volt, hogy én azon is indultam egyébként annó, de itt viszont háttérbe szorultak a diákok, és azt gondoltuk, hogy egy egyesületi támogatással, mondjuk ha valaki egy versenyre akar menni, és nem tudja a szülő támogatni, akkor esetleg ebből az egyesületi pénzből, mondjuk, hogy a részvételi díjat befizeti az egyesület, azzal tudjuk segíteni a fehérvári fiatalokat az előbbre jutásba. Úgyhogy ez az egyesület volt az első lépés, és aztán rájöttünk, hogy az is olyan jó, hogyha diákokkal töltjük a hétvégét. Az olyan egészen más hangulatú lesz a hétköznapi munka, és sokkal jobb barátibb viszony alakul ki a tanítvány és a tanárok között. Úgyhogy akkor úgy kezdtük el ezt a népzenei műhelyet, hogy önkéntesként a Fehérvárra beiratkozott fiatalok részt vettek ezen a programon. Aztán közben meg elkezdtek jönni a gyerekek sorra a zenésztársaimnál, táncosoknál, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor még ezt még meg lehet azzal férni, hogy a tanítványaink az önkéntesek, a gyerekeink megtáncolnak ezen a rendezvényen. Úgyhogy így alakult a dolog, és hát tényleg ez 10 évvel ezelőtt volt, és hát én nagyon örülök neki, hogy ez a mai napig meg tudta tartani az ingyenességét, tehát ez azt jelenti, hogy akik ott vagyunk, mi is úgy gondoljuk, hogy havonta egyszer hadd adjunk valamit a családoknak. Ha így, akkor így. És a családok részéről is van igény, mert mit tudom én, legutóbb, abszolút, amikor voltunk, abszolút telt ház volt. Abszolút egyébként, és olyan érdekes, hogy mindig azt gondoljuk, hogy na, elfelejtettem kirakni a plakátot, és akkor mondom, biztos nem fognak jönni, hát tömve van a terem, tehát, hogy igazából annyira automatikus, és ez egyébként minden rendezvénynek ez a lényeg, hogy a folyamatosság és a biztos időpont. Tehát, hogyha ők tudják, hogy hónap utolsó szombatja az a népzenei műhelynek a gyerektáncház, akkor ezzel nyilván ők is tudnak tervezni. És hogyan jött a te életedbe a Szedtevett zenekar? Hát ugye azt tudni kell, hogy amikor a zeneiskolában tanítottam, akkor a Ricsi meg a Dani, Bóka Rihárd és Molnár Dániel, ugye ők akkor ott voltak, mint tanulók. Hát nem nagy korkülönbség van közöttünk, de azért mondhatjuk, hogy ezért egy generáció van közöttünk. És én mindig is tudtam, hogy olyan zenekarban szeretnék zenélni, ahol nem feltétlenül mondjuk a szuperszónikus tehetségek gyűlünk össze, mert én magamat sem tartom annak, viszont egyet biztos tudok, hogy én egyhez értek, hogy valahogy a kisugárzásommal, ami úgy áthat a zenekar, és ezáltal a közönségre is, meg akik eljönnek hozzánk, ennek van egy ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan hangulata, amitől jó ez az egész.
és tudom, hogy nagyon sokan szeretik a zenekarunkat, és sokan ragaszkodnak hozzá, és én úgy választottam össze a most már mondhatom, hogy barátaimat, akikkel biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy 500 kilométeres útra be tudok ülni egy autóba, mert tudom, hogy jól érzem magam, nem érzem magam feszélyezve, megértik az én problémámat, én is megértem az ő problémáikat, tudunk beszélni az életnek bármelyik területéről. Úgyhogy így jöttek a fiúk, és hát akkor még a Janó, Varró János zenélt velünk. Aztán egy ilyen különös fordulat révén Janó úgy döntött, hogy mégiscsak így a zenekartól távol marad, úgyhogy hárman maradtunk, de akkor Márfi Tibort kerestük meg, hogy azért mégiscsak négyen legyünk, ha már négy személyes az autó, már abban az időben még most is megvan ez a nagy mercink, tehát tulajdonképpen a nagy mercibe beférünk négyen, meg a nagy bőgő is, tehát hogy tudtuk, hogy van egy hely, akkor azt töltsük fel, de egyébként meg nagyon jó, hogyha zenélésnél nem csak a hegedű brácsa bőgő van, hanem van egy plusz hangszer, mert színesíti is, tehát változatosabbá válik a muzsika, meg hogyha például mondjuk ott állok a színpadon, és hirtelen nem jut eszembe, hogy úristen, melyik dallam, akkor valahogy tudom, hogy ott áll mellettem, akire támaszkodhatom, és azt mondja, jó, akkor ő fújja tovább, és akkor én visszakapcsolok, és már is mehetünk tovább együtt. De ez egyfajta örömzenélés is, nem? Tehát nem munka ez is, hanem inkább hobbi. Abszolút. Tehát, hogyha valaki eljönne és megnézné mondjuk nálunk, hogy milyen hangulatban zajlanak a próbák, akkor azért tapasztalja, hogy van munka is és szórakozás is. Tehát vannak kemény harcaink is, mert azért nem egyszerű ezeknek a zenei, általában mi táncegyütteseket kísérünk, úgyhogy nem egyszerű ezeknek a zenei anyagát összeszedni. Nem is mondom, hogy teljesen vita nélküli a zenekar, de mindig figyelünk arra, hogy akkor legyen utána egy lauf, amikor nem találkozunk egy ideig, vagy csak azért találkozunk, hogy mondjuk együtt vacsorázzunk és beszélgessünk egyet. A menedzser szemléletű vezető hogyan jön ki a szabad szellemű művésszel? Hiszen mondjuk egy művelődési központ igazgatójaként is gondolom más feladatok hárulnak rád, meg mint alkotó művészként is. Hát itt akkor én kérdezem tőletet, szerinted hogy jön ki? Mert szerintem ez a személyiségedből adódik. Igen, egyébként én is úgy nem gondoltam volna, hogy ilyen menedzser típusú vezető leszek, mert szóval nem így indult ez az egész. Akkor az elődöm, akit tisztelek, becsülök, Pálfalvi András volt az igazgató úr, és hát én nem vetem, tehát nem titkolom, hogy én már akkor is éreztem, hogy úgy mehetnének jobban a dolgok, de nyilván András személyiségből korábból adódóan már nem volt mindenre feltétlenül ennyire nyitott, sőt, hát ő meg az inkább az a gondolkozó típus, az a filozófikus alkat, és én ezt tényleg nagyon szeretem vele, mert nagyon szerettem vele beszélgetni, de közben meg én meg éreztem, hogy úgy tudnánk még kettővel előre lépni, és amikor volt a lehetőség, hogy akkor ő nyugdíjba megy és lehet pályázni, akkor én megpróbáltam. De tényleg nem gondoltam, hogy ilyen vezető lesz belőle, meg hogy ennyire fogom élvezni. Igen, igen, hiszen nem is tudom már, amikor megújult például az épület, akkor is úgy jó volt bemenni, és sőt, amikor ugye beszélgettünk magáról, a tervekről, elképzelésekről, hogy milyen lesz majd az arculata a művészetek házának, ez mind-mind olyan lendületes volt. Volt? Jaj. Illetve még mindig az, de hát, tehát, hogyha visszatekintek azokra, tényleg amikor megválasztottak téged, és akkor hogy miként lesz, milyen arculat lesz, hogy néz ki, és most már látható is ugye tényleg az egész épület egy ilyen dinamikus, fiatalos, jó hangulatú, kreatív, alkotó hely. Hát tűnik nekem. Igen, szóval az a baj, hogy ez a nyomvat pénz. Tehát, hogy én azt mondom, hogy tehát ennek a háznak lehetne egy nagyon merészet támadni, és azt mondani, hogy főleg amikor itt volt ez az Agora pályázat, ugye, amit most végül is nem sikerült visszaadta a város ezt a pályázatot, hogy én akkor annyira nem merültem bele ezekbe a dolgokba, de azért az nagy lehetőség lett volna, hogy ha akkor a megye és a város mondjuk köt egy kompromisszumot, és akkor azt mondja, hogy ezt az épületet, mert akárhogy is vesszük, elég jó helyen van az épület, nyilván nem a belvárosban. Sokszor kapjuk kritikaként a fiataloktól, és most a múlt héten is egy kerekasztal beszélgetés révén, hogy nem szeretnek bejönni a fiatalok, mert hát, hogy nekik nincsen ott semmi olyasmi, nekik való lenne. Biztos van benne igazság, csak azt ne felejtsük el, hogy van még egy-két korosztály, akinek szólnak a művelődési házak, és azt is mondhatom, hogy ugye súlyponti kérdés, hogy például, hogy most kinek akarunk mi megfelelni.
Én próbálom ezt az egyensúlyt tartani egyébként a házon belül, de visszatérve erre a nagyobb lélegzetű pályázatra, tehát hogyha most elmondnánk egy nagyot, és azt mondjuk, hogy ez tényleg a művészetek háza, mert így azért egy kicsit én is elfogadom, hogy azért ezt így a beltartalmára mondhatom ezt, de küllemébe tényleg egy borzasztó épület, tehát, és aztán van benne hiba bőven, amikről persze mi sem tehetünk. Tehát egy nagy merészséggel át lehetne az egészet alakítani, és akkor tényleg lehetne ez a városnak egy olyan impozáns művelődési háza, vagy művelődési központja, mint például Debrecenben a Modern, vagy most a MON Park, amit felújítottak ugye Pesten, szóval tényleg nagy, vagy Kaposváron az Agora pályázat keretében, szóval tényleg, ha oda bemegy az ember, akkor nem ez a nálunk ilyen folyosós iroda jobbra-balra, és akkor egyszer csak van egy színházterem, meg ott lenne az alaksorba a műhelyek, tehát van ennek is varázsa, és úgy a lelkem, én még úgy szeretném, hogy amíg én igazgató vagyok, hogy még valami ilyenben egyszer részt venni. Nem biztos, hogy én majd azt megy vezetni akarom, csak hogy lehessek az ötletadója, és hogy ezt úgy végigkövethessem, és hogy szóval szinte megérdemelne Fehérvár egy ilyen helyet. A menedzser, igazgató, illetve a művész milyen tárgyakkal veszi körbe magát? Mikor beszélgettünk először, és hát ugye hazamentem, és ugye mondtam ezt a családomnak ezt a kérdést, akkor a Lizi lányunk egyből azt mondta, hát itt vagyunk mi hárma, mert azt hiszem hármat mondtál nekem, hogy három termet, hogy akkor ugye a lányom, a fiam meg a férjem, ugye egy szépen itt elüldögélnek most mellettünk, de hát ők nem tárgyak, úgyhogy nehéz volt, nem volt egyszerű összehozni, de hát azt gondoltam, hogy azért amiket elhoztam, azok mindenképpen jellemzőek rám. Akkor most mutatom. Igen, hát az egyik ez a hegedű gyanta, ami ugye egyértelmű, hogy a zenéléssel kapcsolatos, az én hegedülésemmel, meg azzal, hogy a zene abszolút körülveszi a családunkat. Tehát a gyermekeink is, Lizi fuvolázik, Matyi hegedül, nekem a szüleim is zenéltek, ugye a Balázs is a Tilinkóba bőgőzik, ő ugye az Alba Régia kórusnak, most az egyesületének az elnöke. Tehát ez ilyen abszolút beleívódott a családban. És hát szeretném, hogyha ez tovább öröklődne. És egyébként, és kanyarodok akkor a második tárgyhoz, ez, most na azt nézzük, hogy mi van a képen, egyébként ez egy szép goblány, de maga a keret, és ez nekem a családot jelenti. És ugye az mindenki mondja, hogy fontos a család az életében, nekem is, és egyébként meg nagyanyai ágon, vagy ősanyai, vagy ukanyai, vagy szépanyai ágon, egy ilyen ősanya természetet örököltem én is, tehát nekem nagyon fontos, hogy összetartsam a családot. De nem csak ezt a szűket, hanem a unokatestvéreimet, az anyukám unokatestvéreit, a nagymamámnak a testvéreit, úgyhogy igazából egy ilyen idézőjelben elszenvedői a családom, mert volt már alkalom, hogy összehívtam ide a 40 tagú családot, és itt voltunk együtt, de ez benne van a véremben, és ezt szeretem, hogyha úgy együtt vagyunk, és tudunk egymásról. És jó, nem ilyen napi kapcsolat van, hogy például ma is bekapcsoltam a számítógépet, és láttam, hogy a Skype-on föl jelentkezett az unokahúgom, tehát nem azt mondom, hogy most akkor egyből támadom, hogy na, hogy vagytok, Vanda, történik-e valami, mert ők az Alföldön laknak. De maga tudod, hogy ugye rákapcsolódott, és tudom, hogy ott van, és jól vannak. Tehát ez az érzés, ez nekem pozitív. Úgyhogy ez a képkeret, ez azt jelenti, és egyébként ez egy nagyon régi keret, belévő nagyon régi goblen, és a szüleimtől kaptam, és nemrég halt meg az utolsó nagyszülő, legalábbis az én nagymamám, és hát ez így egy kicsit így az elválás is, hogy most akkor a nagyszülők már nekem nincsenek, de nagyon örülök, hogy a gyermekeimnek, mind az én két szülőm, és mind a férjemnek a két szülője él, és ez olyan jó a gyerekeknek, hogy nagymama, nagypapa, tehát hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen igazi klasszikus családban nőednek. És akkor, ha már számítógépet mondtam, akkor meg ez a mobil Winchester, amin tulajdonképpen a megyei művelődési központnak majdnem a 60 éve rajta van. Úgyhogy ez nagyon fontos nekem. Nem vagyok ügyes egyébként, tehát azt mondom, hogy ügyes felhasználó vagyok, de magában, hogy ott belül mi történik a számítógépben, ahhoz én is segítséget szoktam kérni. Például a zenekarban a két fiú, mind a kettő informatikus, úgyhogy ők tudnak segíteni. De ez egy nagyon okos dolog, és meg ez az egész számítógép, és örülök, hogy az életemnek a része, és örülök, hogy segítségünkre van, és én örülök ennek az internetes világnak is, mert azt gondolom, hogy ezek
abszolút kinyitják a világos számot. De ezt nem kell magyarázni, ezt mindenki tudja. Úgyhogy ezeket hoztam, de hát persze ezen kívül még hozhattam volna sótartót, vagy a férjem mondta, hogy hozzam el a slusszkulcsot, mert sajnos az utóbbi időben eléggé eltunyultam, ezt mondhatom. Úgyhogy mindenhova autóval, pedig pont a, nem is tudom mikor, valamikor végigmentem a főutcán. És olyan jó érzés volt, hogy egy csomó ismerőssel találkozni és megállni, beszélgetni. Ebből a szempontból nincs jó helyen a megyei művelési központ, meg abból a szempontból, hogy sajnos a várossal minimális a kapcsolatunk, és ennek úgy gondolom, hogy nem az intézmény nem az intézményünk az oka, hanem egy kicsit itt a fenntartói változások, meg a mindenféle anyagi körülmény. Úgyhogy... De optimista vagy, és azért abszolút. Optimista nézel a én jövőre. Abszolút, abszolút. Még szerintem nem rontottam el olyan nagy dolgot. Nagyon fájlan ezt, ami a mozin körül most van, és de azt nem tudom. Szóval nagyon remélem, hogy elfogadom, tehát mindent elfogadok, hogy nincs pénz, meg kell húzni a nadrágszért, stb. Csak valahogy mindig a kultúra, ami így elszenved. Legalábbis mi így érezzük, akik itt Fehérváron ebben a világban dolgozunk. Lehet, hogy az oktatási intézmények ezt másképp látják, ez teljesen természetes. Nem akarok közül lenni, úgyhogy elfogadom ezt a helyzetet, elfogadom, hogy nincs pénz, és megpróbáljuk ebből a legjobbat kihozni. Én ehhez nagyon sok erőt kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. 40 alatt ezzel a címmel nyílt kiállítás a Pelikán galériában. A tárlaton a több mint 40 tagot számláló Székesfehérvári Művészek Társaságának 40 év alatti fiatal alkotói mutatkoznak be a nagy érdeműnek. Címmel nyílik kiállítás itt a Pelikán galériában, de mégis mit kell tudni a mostani tárlatról? A 40 alatt az 40 évet jelent. Azt jelenti, hogy a több mint 40 tagú Székesfehérvári Művészek Társaságának van olyan korosztálya, akik 40 év alattiak, ők 17-en vannak, közülük 12-en fogadták el 2011 nyarán a meghívást a Móri művésztelepre, és ezeknek a művészeknek a Móron készült munkáit mutatja be. Nagy Edit is részt vett a 2011-es Móri művésztelepen. Milyen élményeid voltak? Hát nekem az volt ebben a legnagyobb élmény, hogy 2010-ben született meg a kisfiam, és ez nekem egy új lehetőség volt, hogy bekapcsolódjak a egy évig félbehagyott munkámba. És ezért nagyon jó ötletnek tartottam, amikor a Szűcs Erzsébet Celesztin mondta, hogy ezt a koncepciót találta ki, hogy a fehérvári művészek fiatal tagjai vesznek majd részt ezen a művésztelepen, és ez azért is jó volt, mert akik egymást annyira nem ismerték, kicsit közelebb kerültek egymáshoz. Milyen munkával készültél? Hát ezt, amit itt láthatunk, igaz, akkor kezdtem el. Ez egy vegyes technikával készített alkotás, papírból, egyebekből, és a varrás irányába is elmozdultam. Tehát egy új utat is elindítottam a művészetemben. Nagy Edit mellett Aranygold Zoltán, Dér Adrien, Garami Rihárd, Kisróka Csaba, Keller Petra, Kovács Éva Vica, Máder Barna, Szabó Orsolya, Szabó Tamás, Szűcs Angéla, valamint Varga Gábor Farkas is szerepel a kiállítók között. Többféle munkát is készítettem, ebből most itt a kiállításon egy kis bronz munkát lehet látni, de emellett én faragtam is, amit most nem tudok megmutatni, mert azok már elkerültek máshová. De igyekeztem, hogyha ez a kérdés, személy szerint kihasználni az időt, és egyúttal a műhelybe is visszavonulva egy kicsit, meg a többiekkel is együtt lenni, ami sikerült. A tárlatot március 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Pelikán galériában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Árt Café Fehérvár című műsorunkat látták, hangolódjanak ránk legközelebb is, és élvezzék Önök is a kultúra ízét, vasárnap 20 óra 30 perctől itt a Fehérvár televízióban. Viszontlátásra!